jó buli már az, úgyhogy megéri ide eljönni. Először is szeretném Molnár Zsuzsának megköszönni a ingyen jegyet, amit adott nekem. Hány százalék alkohol van a véremben? 120. Amikor leszálltam a Rozsonyonnál vonatról, akkor rájöttem, hogy a táskám önkényesen úgy döntött, hogy elutazik Kassáig, és majd azt mondja vissza hozzám, úgyhogy ott vártam rá 2,5 órát, de végig visszaérkezett. Úgyhogy megjött, és épségbe ideért hozzám. Pandi Gabi mindig csak akkor előzött, amikor már vége volt a szaggatottsiknak. A buszról, amikor leszálltam, hogy nem tudtam, hogy kell át idejönni, úgyhogy itt a vasúton jöttem át, szalakorláton pakoltam át a cuccamat, akkor tévedésből bementem a faluba, mert ott láttam egy rigító tetőket, mondom, máthoz. Aztán hát utána jöttem errefelé, és akkor világosítottak fel. Hát sietünk, egy kicsit mellőzni akartunk egy szemetes autót, és hát jött hirtelen valami, majdnem felszettünk egy kukat, így kapott arra. Jöttem ide. Mert ez a második otthon. Hát nekem szóltak a barátaim, hogy van ez a gombaszegényári tábor, én pont felmondtam és pont el tudtam jönni, úgyhogy tök örülök, hogy itt lehetek. Engem ő hívott. Igen, és én meg már voltam itt szervező is, de hát igen, a hangulat miatt, mert mindig jó itt a hangulat, meg jó itt. Még tavaly voltunk itt először fellépni a Chill sátorba, aztán idén is úgy gondoltuk, hogy próbáljuk meg, összejött a dolog, és így hát jöttünk. Sikerült beszélvezni több havert is, mint Zenéjani, több ismerős el tudott jönni, mindenkinek kijött, úgyhogy itt vagyunk. Szebb, mint Krasznahorka volt, és hát az elvarrásom, hogy jó legyen. Bíztam benne, amikor a Facebookon is ezt olvastam, hogy talán hasonlít az Ősszigetre, hogy sok magyar van, és szóba lehet bárkivel állni, és sorra kerülök a kocsmában, mert ötten megszólítanak, és beszélgetünk mindenkivel, és végül is ez így van. Én az ő hatásukra jöttem. A hatásunkra, mi meg a saját hatásunkra, mert itt voltunk tavaly is, és nagyon jó volt. Nagyon remélem, hogy itt is ugyanolyan jó lesz, mint amilyen jó volt a régi helyszíneken, mert hallottam onnan is a történeteket, meg ilyen-olyan vízhangokat, és eddig mindenki jó élményekről számolt be, szóval remélem, hogy itt is nagyon jó lesz. Kíváncsi vagyok, hogy milyen volt itt régen, hogy hogyan szórakoztak, mi volt itt kb. Hogyan néz ki, mert a tavalyi helyszín is nagyon tetszett, de erre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Bízom benne, hasonló lesz az előzőhöz, és lesz meleg víz. Láttam ezt a környéket, hasonlít pusztokhoz, és az az elvárásom, hogy tök olyan jó legyen, mint az volt. Meglátjuk. Nagyon szép a környezet, és remélem, hogy a sör is hideg.